Jó, hogy újra itt vagytok. Örülök, hogy láthatom a mosolygós arcokat. Látjátok ezt? Süt a nap. Lassan itt a tavasz. Jó, lassan. De legalább már március van. Ha már az időjárásról beszélünk, alábbi dolgot figyeltem meg. Amikor eljön a tavasz, és növekszik a hőmérséklet, a hőmérséklet emelkedésével együtt megnő az utakon látható V8-ak, kabriók és gyorsasági motorok száma. Belvárosi ügyintézős nap van. Posta, okmányiroda, sorbanállás és ilyen hasonló nyalánkságok. De ha mindezt elrendeztem, kitet összeengedjük legádázabb ellenségével. Nem, nem a rozsda az. Ez egy új lakás mostantól, amíg a kikérdéseiteket és a válaszaimat fogja szállni. Ha tetszik, balesz. Ha valaki esetleg nem értette volna, az volt a mondandó, hogy ez egy új rovat lesz, amiben a videók alá írt és a TikTokon érkező hozzászólásként megfogalmazott érdekesebb, gyakoribb kérdéseitekre fogok válaszolni. Így tényleg TikTok, tessék átjönni oda is. Két hét alatt már 1000 fölött vagyunk követőszámban, és a videók majdnem 100 000-es nézettségnél vannak. Aj, nem tudom megmutatni. Ezt összetörtem a parkolóházban, és nem csinál semmit. Meg vagyok ám mindjárt, csak gyorsan nézek valamit. Samsung kéne, mert az előző, ami összetört is az volt. Na, ez mondjuk tetszik. Sok időm nincs futára várni. Várjunk csak. Van új telefonom. Szuper! Na, itt a TikTok, így néz ki. Első kérdés, ez a leggyakoribb, és nagyon sokan meg is kérdezték már. Mennyibe kerül, és mennyi idő egy autót ilyenre megépíteni? Azért nem egyszerű erre a válasz, mert én nagyon sok mindent saját magam csináltam a kocsin. A karosszéria munka és a fényezés kivételével minden az én kezem munkája, tehát a tetőkárpitot én húztam be, a szőnyeget én vágtam bele az autóba, a saját munkádat meg milyen óradíjjal számolod ki? Nyilván sokkal költségesebb lett volna az egész, hogyha ezeket a munkákat valaki más csinálja meg, nem én, de nekem ez kihívás is volt. Másodszorban az sem mindegy, hogy milyen alkatrészekből és milyen minőségben szeretnéd megépíteni az autót, attól is függ a költség része. Én is elkövettem ezt a hibát. Megpróbáltam megvenni az olcsóbbat, amit utána csiszoltam 2 hónapig, hogy normálisan nézzen ki. Szépnek még mindig nem szép. Az időfaktor pedig megint összefügg azzal, hogy milyen minőségben szeretnéd. Az én autóm közel 4 év lett, amire utcára kivihető állapotba került, viszont láttam olyat is, akinek 1/2 év alatt kész volt, hát olyan is lett a minősége. Geri kérdezi. Hogy csinálod, hogy mindig ilyen jókedvű és vidám vagy? Neked sosincs rossz napod? Amikor elkezdtem ezt az egészet, célkitűzés volt számomra, hogy csak vidámságot és pozitivitást fogok becsempészni hozzátok. Nyilván nekem sincs mindig jó napom, nekem is vannak problémáim, gondjaim, amiket meg kell oldani, de úgy vagyok vele, hogy igyekszem mindenből a legjobbat kihozni, és úgy állok neki, hogy igen, ezt is megoldom. Semmiféle negativitást nem vagyok hajlandó beengedni az életembe, és a tiétekbe sem, mert nem ezért vagytok itt. És igen, ez küzdéssel jár, de nem baj. Szerintem akkor is ez az egyetlen jó út. Nap mint nap látom, és tudom jól, hogy ezekben az időkben sok embernek fordul rosszra a sorsa.
mind anyagi, mind egészségügyi szempontból. És ha ezen én közvetlenül nem is tudok segíteni, azon igyekszem, hogy akik itt vannak velem, akik rám szánják az idejüket, egy picit talán kikapcsolhassanak a hétköznapokból, felejtsék el a gondokat erre a 10 percre, amíg megnéznek egy videót. És tudjátok mit? Ha már egy emberrel sikerül, akkor már megérte. Mit is akartam? Ja, ellenség! Kit és kár következik. Nagyon okos vagyok. Elhatároztam, hogy csinálok egy kit és kár epizódot, de igazából nekem nincs két autóm. Hát ilyen pici van, de abból hogy lesz? Na mindegy, kitalálok valamit. Ez annyira jó téma, a jó és a rossz összecsap, az örök párhal. Egyelőre ebből most ennyi, mivel buli volt ezt elkészíteni is, úgy gondoltam, legyen ebből egy komplet rész, egy kit és kár epizód. Kerekítek köré egy szép történetet. Sajnos szinkronizálnom is kell, mert a hangja annak idején Magyarországon egy ilyen digitalizált, egércincogáshoz hasonlító borzalom volt, és nálam ez nem lehet. Főleg úgy, hogy Amerikában kár eredeti hangja az a színész, aki a Transformersből Optimus fővezér. Na! Erre varjál gombot! Úgyhogy a feladat adott, ha érdekel, hogy oldom meg mindezt, tessék feliratkozni és figyelni a feltöltéseket. Kezi csókolom, további szép napot kívánok, kapcsoljuk a való világot! Jaj, nem a VV-re gondoltam, az igazi tényleges világra!